A műsor támogatója a Borsodi, az Apollo, a Tipmix, a Volkswagen, a Skoda és a Seat. Volt már nekünk is ilyen mérkőzésünk, hogy egyszer rúgtunk kapura és nyertünk 1-0. Ma a Kisvárának is került, hogy kétszer kapura lőtt és 2-0 nyert. Kétszer álltunk csak kapussal szembe, kapufát rúgtunk 30 szögletet, végig az ellenfél térfelén voltunk. Nem tudtunk ma gólt szerezni, ez pedig rányomta a bélyegét a mérkőzésre. A támadásban egy kicsit váltottunk, mert ugye tudtuk, hogy az ellenfél térfelén leszünk, a Molnár beállásával nagyobb teret nyitottunk neki a játékhoz. Voltak is zicserpasszai, de több átlövés kellett volna, az átlövések sajnos elmaradtak. Látni kell, három saját nevelésű fiatal kezdett, egy 17,5 éves, egy 18,5 éves, egy 20 éves játékos. 17,5 éves játékosunk kétszer aláfutott a labdának, amiből két gól kaptunk, de szép jövő áll még előtte. Sok diózsori győzelmnek lesz még a részese. Ezt lehet, vagy a nyomást, vagy a helyzetet nem tudta elviselni, az ilyen benne van a fiatal játékosokban. Amint az elmúlt mérkőzéseken, hogy a kapufáról mindig kifelé pattant a labda, a mai mérkőzésen is kifelé pattant a labda. A 7. percben gólt kapunk, utána teljesen borul minden. Én azt mondom, hogy aki itt volt, az látta, hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy legalább egy pontot itthon tartsunk. Természetes a szurkolóknak a reakciója, hogy az utolsó 5 mérkőzésben indulnak ki. Viszont én azt mondom, az egész szezont kell nézni. A vírus időszakig azt mondom, hogy 5-öst érnem el a csapat, a vírus utáni időszak után viszont megbuktunk, tehát ezt látni kell. Úgyhogy van mint javítanunk, de azt mondom, hogy a legfiatalabb átlag életkorú csapat volt az NBA-ben ma a pályán, és mint elmondtam, három saját nevelősű fiatal, úgyhogy akik előtt szép jövő kell, hogy álljon. Hogyha ma nyerünk 5. helyen végezhettünk volna, ami a klub történelmének a második legjobb eredménye lett volna. A szurkolók is megérdemelték volna, a csapat is megérdemelte, hiszen egész évben úgy küzdött és csúszott, mászott, ahogy kell. A végére sajnos elfogytunk, mind fizikálisan, mind szerencsében, mind góllövésben.